Az aprólékos adatgyűjtés vezette el a rendőröket a lopás sikeres felderítéséhez. A tetőt bontotta meg, azon keresztül ment be a lakóépületbe a feltételezett elkövető jászkíséren. A tetőt bontotta meg, azon keresztül ment be a lakóépületbe a feltételezett elkövető jászkíséren. Nem tudtunk a dologról semmit, csak azt, amikor már jöttek a rendőrök, hogy valami történt, vagyis nekem szólt a tulajdonos asszony, Margóka, hogy betörtek, menjek át, mert fél bemenni. Bementünk, tényleg felforgatva minden, akkor arra gondoltunk, hogy az ajtón jött be, mert nyitva volt az ajtó, de nem volt felfeszítve ezt. A rendőrök meg is állapították, hogy nem az ajtó jött be, mert nincsen feszítési nyom, hanem a tetőn. Feltépte a cserepet, és ott bebújt a padláson, meg leereszkedett. És akkor összeszedett ilyen régi tonett székeket, azt hiszem 5 darabot vitt el, akkor cipőt cserélt, utána meg el is vitt csomó mindent. Úgy tudom, hogy befőttet, vagy 10 üveggel, és akkor azt talán meg is találták ott, mert a rendőrök ebből kifolyólag, hogy ez már több helyre betört, rögtön tudták, hogy kihez menjenek. És akkor felkeresték ezt a illetőt, és akkor ott megtaláltak ilyen címkéket, amit Margó a befőttes üvegekre rá szokott ragasztani. Megmutatták neki, és így talált, tehát ott vannak a holmik. Igazán nem tudta ő se, hogy mi mindent vitt el, tehát ilyen szörnyű dolog. Hát igazán nem tudjuk, mert mi itt a szomszédban semmit nem vettünk észre. A Jászberényi Rendőrkapitányság lopásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok alapján egy jászkíséri lakatlan családi házba tört be a tolvaj. A jogsértő az ingatlan tető szerkezetét megbontotta, a lakóépületbe bemászott, és több pár különböző méretű cipőt, falfestéket és vízforralót tulajdonított el. A rendőrök a nyomozás eredményeképpen 2021. február 12-én előállították a jászapáti rendőrőrsre egy 24 éves jászkíséri lakost, ahol gyanúsítottként kihallgatták.